Az előző videóban ismertettem, hogy mi is ez a forma, és miért is ajánlok nektek shonen animéket, és most eljött az az idő, hogy a 2010-es, azaz az előző évtizedből is ajánlok animéket, hiszen azért az anime fanok ezt a évtizedet jobban szeretik, közelebb van hozzánk, és grafikailag is jobban néznek ki a dolgok, úgyhogy lássuk! Na most, mint tudjátok, itt nem Gatti és Shonen-eket kell végül is elvárni, hanem inkább olyanokat, amiket nagyon jó szórakozást nyújtanak, de nem feltétlen mondjuk One Piece-ek. Illetve azt is érdemes tudni, hogy a legtöbb az azért eléggé ismeretlen az átlagos néző számára, de majd meglátjuk, lehet, hogy pont ti ismeritek ezt. És úgy gondolom, hogy minden jó hiszemű Shonen fan imádni fogja ezeket az animéket, ugyanis mivel az előző évtizedben készültek, itt már azért nem kell olyan nagy grafikai megkötést kötni, mint mondjuk a 2000-es években például a Már Heaven-nél, vagy akárminél az előző videóból. Kezdjük is egyből akkor Toriko. A Toriko egy lehetséges neve rendinként indult annó, ugyan nem lett az, körülbelül 150 részt és 300 valahány manga fejezetet élt meg. Ugyanakkor érdekes, hogy több epizódja volt a Dragon Ball-al és a One Piece-szel közösen, amiből az jöhetett le, hogy ez tényleg egy Neverending prototípusnak készült, és a világa is azt szülte volna, ugyanakkor valamiért nagyon hamar félbe maradt végül is. Nem is véletlen, hogy pont a One Piece-szel kapott egyébként crossovert, mert a világa legjobban a One Piece-ére hajaz, sőt azt kell, hogy mondjam, bizonyos tekintetekben a Toriko világa működhet a One Piece-ben egy kis részletként is akár. A Toriko valójában egy ekte shonen klisének indul, csak éppen a kaja van a középpontban, ami furán hangzik, de higgyétek el, sokkal jobban működik, mint ahogy most így hangzik elsőre. Ahogy ugye beljebb merészkedünk a világban, ezek a harcosok végül is a kaja miatt, tehát hogy minél érdekesebb recepteket szerezzenek meg, bejebb mennek a világba, felfedeznek új dolgokat, és ezáltal erősebb ellenfeleket találnak, végül is nem csak állatokat, hanem ellenfeleket is találnak. Kialakul egy ilyen szokásos shonen körítés, ami még egyszer hangsúlyoznám, hogy hülyén hangzik, de egyébként baromi jól működik egy ideig. A Toriko konkrétan a Shouma és a One Piece keresztezésének kéne elképzelni. Nem is véletlen, hogy például több crossovert is kapott ugye a One Piece-szel. Az se véletlen például, hogy konkrétan a rész címe, minden résznek az elején van ugye cím, és ezt konkrétan egy az egyben a One Piece-be emelték át. Bár az alapja lehet, hogy furcsa és hülyén hangzik, higgyétek el, amint megjelenik egy zebra nevű tag az animében, onnantól egy hatalmasat ugrik az egész. És nem mellesleg olyan harcok vannak benne, hogy bár nem vagyok nagy shonen buzi, de hát van egy-két olyan harc, ami a mai napig szerintem top 10-es lenne, nem feltétlenül grafikailag, hanem inkább koreográfia gyanán, de ha megnézitek, úgyis meg tudjátok. A Toriko egyébként 2011-től 2014-ig futott, körülbelül egy időben a Hunter Hunter-val. Mondjuk megértem, hogy miért a Hunter Hunter-t preferálták az emberek. Összességében egyébként a Toriko korábban jól nézett ki, és nem feltétlenül a 16K-s kardvágásokra gondolok, mint a Kimetsu no Yaiba-ban, hanem egyszerűen a világa nagyon-nagyon egyben volt. És bár nem zseniális a Toriko, ugyanakkor nézhető, jó, és nem véletlenül hasonlítottam ennyit a One Piece-hez, ugyanis talán az egyik legjobb One Piece pótlék valaha, annak ellenére is, hogy soha nem fog felérni a One Piece szintjére. Belzebub. Őszintén kevés anime van, amit annyit röhögtem, mint a Belzebubon. A Belzebub az definíciója a nem normálisnak. A Belzebub az elment az eszed, de shonenesített definíciója konkrétan. Az alapsztori annyi, hogy van egy középiskolás tróger, akit Ógának hívnak, és hirtelen jön egy szöszi buksa, aki azt mondja, hogy tesa, itt a gyereked, neveld föl. Csak nem trógeres japán módra, hanem éppen ez a pont a ördög gyereke, és föl kell nevelnie Ógának az ördög gyerekét. És Óga, aki eddig sem volt éppen békés, mert mint említettem, egy tróger volt, egy tipikus suhancnak beállított karakter, ezután kinyílik és egy állat lesz. Na most ez az anime nem feltétlen mint shonen, vagyis nem csak mint shonen jó, de mint komédia, zseniális. Én tényleg nem röhögtem ennyit animén szinte. Az egyik legviccesebb anime volt, amit valaha láttam, és mivel shonen alapjai vannak,
Tehát valójában nagyon sokat verekednek benne, értsétek így. Ezért simán ide raknám a listára, és alapból a mangája egy shonen, viszont a mangáját csak egy harmadik, egy negyedik dolgozta fel az anime, és utána nem folytatták sajnos. Bár maga a sztori nem kap akkora nagy figyelmet, köszönhetően annak, hogy nem nagyon dolgozták fel a mangát, ugyanakkor én fiatal koromban körülbelül a GTO-n és a Gintamán röhögtem ennyit, mint a Belzebubon. És ez szerintem egy nagyon-nagyon jó ajánló levél. Az anime egyébként 2011 és 2012-ben futott, és korábban baromi jól nézett ki. És itt van nekünk a Medaka Box. A Medaka Box talán első blikre egy cuki kislányos animének néz ki, ugyanakkor, hogyha tényleg így gondolod, akkor elég nagy pozitív csalódás lesz neked a Medaka Box. Szerintem, és ez tényleg egy saját vélemény, nem kell vele egyetérteni, de az előző évtized legalulértékeltebb shonen-e az pont a Medaka Box lett. Szerintem már az egy nagy szó, hogy ennyit megélt végül is a mangája úgy, hogy a főszereplő egy nő egy shonen animében, ami azért nem feltétlen túl meta. A sztori annyi, hogy van egy Kurokami Medaka nevű csajszi, aki egy diáktanácselnök és tökéletes, és az az álma, hogy mindenkit boldoggá tegyen, ugyanakkor sajnos ezt nem a hentais módon teszi, hanem másik módon, és van egy társa, egy Zenkichi nevű cinikus csávó, akivel gyakorlatilag az iskola problémáit úgy oldják meg, hogy verekednek. Kb. A Medaka Box egyik legnagyobb előnye az, ahogyan kinéz. Amúgy baromi furán jön le elsőnek, és úgy néz ki az egész, mint hogyha ázna az LSD-ben a stúdió, és éppen úgy rajzolnák, hogy mindenki be van lőve, de higgyétek el, működik. Ki meg viharban, de jó. Nagyon jó harcjelenetek vannak benne, folyamatosan pöllög, rengeteg ellenség van benne, és konkrétan úgy képzeljétek el, hogy a két évados Medaka Boxnak a második évada, ez villámlott, szóval a két évados Medaka Boxnak a második évada végül is egy 12 részes daráló. Így az elejétől a végéig. Tele van túlzásokkal, nevetségesen erős minden főszereplő, meg nem főszereplő is, és igazából konkrétan egy-ketten Goku szinten vannak már a végére. És vannak benne érdekes képességek, konkrétan az egyik főgonoszunknak van talán a anime történelem egyik legópébb képessége, az All Fiction, majd meglátjátok. De ezen túlzások mellé is zseniálisan működik a Medaka Box szerintem. Két évada volt, mind a kettő 2012-ben futott, sajnos nem dolgozta fel végül a mangát, illetve még folytatódott onnantól a manga, úgyhogy nem kaptunk rá adaptációt, és ezt el kell mondjam, hogy korábban baromi jól nézett ki annak ellenére, hogy tuti, hogy be volt szívva az egész banda, aki csinálta. Koreva Zombideska. Én röviden csak Zombideska-nak hívom, ami egyébként japánul egy kérdés, hogy az egy zombi, és igen, gyakorlatilag ez tökéletesen leírja az animét. Abból azt el kell mondjam, hogy talán ez egy kicsit kakukktojás a listán az előzőhöz képest is, ugyanis nem feltétlen shonennek van beírva, inkább egy ilyen, hát három ecsinek mondanám, de mégsem, mert rohadt sokat harcolnak benne, de majd meglátjátok, hogy miért raktam ebbe a listába, ugyanis mint shonen anime is élvezhető szerintem. Szóval van egy Ayumu nevű srác, akit meggyilkolnak, de jön egy nekromanta, akit úgy hívnak a Euclid, és ő feléleszti. A dolog lényege, hogy zombi lesz a srác, de nem áll meg itt a dolog, ugyanis utána megjelenik egy láncfűrészes Mahou Shoujo, egy vámpír és egy ninja is, és Ayumu így minden lesz egyben, és lényegében harcol. Viszont a dolog lényege, hogy baromi hülyén és viccesen néz ki, ahogy Ayumu elkezd Mahou Shoujo-s tütüben rózsaszín láncfűrésszel, közben úgy, hogy vámpír és ninja is, csak így zombiskodni. Valamilyen szinten amúgy háromként is működik az anime, de inkább azon lesz a hangsúly, hogy Ayumu hogyan védi meg éppen a városát, vagy a csajokat ott a háremében. És ugye jó párszor meghal, mivel ugye, hát Ayumu egy zombi is végül is, nem csak ninja, meg Mahou Shoujo, meg vámpír. A történet amúgy nem nagy eresztés, végig a nekromantát akarják megfejteni. Fun fact egyébként, hogy a nekromanta szinkron hangja minden egyes részben más volt, ugyanis nem nagyon beszélt, ugyanis az volt a képessége, hogyha beszél, akkor aki meghallja a beszédét, az meghal, szóval nem volt túl hatásos, hogyha hagyták beszélni, viszont hogyha csak keveset beszél, akkor csak elalszanak tőle, így minden egyes részben konkrétan más volt a szinkron hangja a nekromantának. Igazán története nincs, a nekromantát akarják ugye megfejteni.
Science Corporation, headquartered in Los Angeles, California, operates a browser extension that aggregates and automatically applies online coupons on e-commerce websites. It is a subsidiary of PayPal. Honey's revenue comes from a commission made on user transactions with partnering retailers. Hey Cortana! Shut the fuck up! No, ez fura volt. Hey Cortana! Sorry, I love you! With only 6 months to live, due to a bullet in his head which could not have been... Okay, hey Cortana, never mind. Hey Cortana! Never mind. Sorry, I can't... Valahogy az új Cortana nem működik tök jól. Szóval ott tartottunk ugye, hogy remek harcok vannak benne, 2011 és 12-ben futott, illetve utána le volt egy oványa is. Vicces is az anime, nagyon ajánlom egyébként shonen fanoknak, nem véletlenül van a listán. Mint látjátok, ebben a videóban is ezt a 4 címet hoztam el végül is nektek. Mindegyik olyan anime, amit hogyha shonen fanok vagytok, megéri megnézni. Lehet, hogy nem éppen egy One Piece kaptok, nem egy Naruto-t kaptok, vagy akármi legyen a kedvenc shonenetek, de ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy jól fogtok rajtuk szórakozni. Továbbra is várunk mindenkit a Discord szerverünkön, hamarosan 500-an vagyunk végre, 5000 ember a Discordon éljen, illetve minden hétvégén várunk sok szeretettel mindenkit podcastünkbe, amiben most már nem csak Fire Reject, High Tide és Kedbet vesz részt, hanem El Grande, Garus és Dark is, és remélem nem hagytam ki senkit, mert már annyian vagyunk. Szóval hamarosan találkozunk újra, remélhetőleg. 日の届く限りいっぱいの幸せ